Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktoriskolájának a kutatói szeminárium sorozatában Miszlivesz Ferenc professzor urat nagy tisztelettel köszöntöm. Miszlivesz Ferenc professzor úr életútja meg az enyémben van nagyon sok közös elem. Az egyik közös elem az, hogy ő a fővárost otthagyván először Szombathelyen telepített egy kutatóintézetet, alapítványt, aztán a képzésben új irányú képzéseket indított el, majd pedig hát Kőszegre helyezte át a székhelyét, ahol ma egy európai rangú intézetet hozott létre, amiben nagyon sok kutatási program, nagyon sok a mi érdeklődésünkhöz kötődő kutatási program van. És hát hosszú évekkel ezelőtt kutatási kapcsolatban voltunk, közel álltunk egymáshoz, aztán kicsit elszakadtunk, és most újra felfedeztük egymást, és újra úgy néz ki, hogy egy hosszabb távú együttműködésen törjük a fejünket. Nagyon szeretnénk a regionális tudományi alapprogram megújítását, ott gondoltunk egy angol nyelvű kurzusra, és véletlenül a professzorokkal kidolgozunk egy angol nyelvi kurzusát a regionális programnak, és ezt már lehetséges, hogy az ősszel beindítjuk és bevezetjük. Tehát elkezdődik valami új folyamat és új irány. Én nagy tisztelettel átadom a professzor úrnak a szót, és hallgassuk meg, utána lehet kérdezni, észrevételeket tenni. Még egy mondat, mindenkinek fölhívom a figyelmét, ha talál olyan témát, amit a professzor úr említ, és kapcsolódik a kutatási témához, legyen szíves, utána jöjjön, szóljon nekem, mert vannak lehetőségek ösztöndíjakra, kutatási együttműködésekre, kutatócsoportba való bekapcsolódásra, és ezt mi nagyon szívesen és nagy készséggel segítjük önöknek, hogy ez megvalósuljon, és a két intézmény együttműködése ezt is segítse. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Hát nagyon megtisztelve érzem magam, hogy itt lehetek, és gratulálok ez a fantasztikus kampuszhoz, meg gratulálok, hogy ilyen professzoruk van, aki tud varázsolni. Tényleg most 2-3 órán keresztül egyfolytában beszélgettünk, és azóta mindenkettőnk a benyomása, hogy egymás gondolataiban olvasunk. Biztos többen hallották a kvantummechanika egyik érdekes fogalmát, az összekapcsoltság, az entanglement, hogy a világ legtávolabbi részein lévő részecskék is tudnak úgy viselkedni vagy működni, hogy az egyik változik, az hat a másikra. És ezt nagyon nehéz megtudni, hogy ez miért van így. Erről nem, én nem vagyok fizikus, csak hogy mint a társadalomtudománynak a módszertanát hát megújítani kibánó Hankis Elemérnek a tanítványa, és aztán munkatársa voltam sokáig is, nagyon sokat hatott rám mindez, amit az Elemértől hallottam, mint utolsó írása, a címe az volt, hogy kvantummechanika és az élet értelme. Nem erről fogok ma beszélni, de nagyon fontosnak gondolom, hogy a társadalomtudományokban és a kapcsolódó tudományágakban történjen egy fogalmi megújulás, és tulajdonképpen az az egyik hát olyan feladat, amit Kőszegen magunk elé tűztünk, hogy ezt ne csak ad hoc, meg úgy két előadás között otthon csinálgassuk, hanem hogy ennek legyen egy igazi műhelye. Tehát mindenki, aki ebben az irányban érdeklődik, otthonra fog találni Kőszegen. Én egy hosszabb előadásra készültem, úgy értesültem professzor úrtól, hogy van másfél óránk, és úgy gondoltam, hogy ebbe beletenném egy kicsit az előtörténetet is, tehát inkább persze azt, hogy mit csinál most az intézet, és hogy milyen olyan kutatási irányaink vannak, amelyek önöket is érdekelhetik, vagy a jövőben együtt tudnánk ezekben esetleg működni. Tehát, igen, I ask, ezt találtuk ki, amikor eldőlt, hogy létrejön az intézet, amit nyilván nem kell lefordítani. Institute of Advanced Studies Kőszeg, tehát nagyon sokáig gondolkoztunk. Fordítva volt egy darabig, hogy, napot kívánok, hogy ki ask, mondtam, hogy ilyen kia, dílereknek fordnak minket, sokféle kiát lehet ott Kőszegen, és akkor valakinek ez az olyan furcsán hangzik, olyan kioszk, és akkor mondja, hogy I ask, you answered. Ez a kérdések intézete, és tulajdonképpen ez a legmélyebb lényegére rátapint mindannak, amit mi csinálunk. Nem gondoljuk azt, hogy
kész válaszaink vannak, hogy nálunk van a bölcsek köve, hogy bárkit ki kell oktatnunk arról, hogy miről szólnak a társadalmi, gazdasági és egyéb átalakulási folyamatok. Viszont azt gondoljuk, hogy amit egy általános vagy átlagos egyetem nem nagyon tud lehetővé tenni, a sok más feladat miatt, amit el kell végeznie, hogy szükség van arra, hogy a különböző területeken otthon lévők, tehát egészen más disziplinákban működők egymásra találjanak és egymásra tudjanak rendszeresen, nem csak ad hoc, párbeszédet folytatni, vitatkozni, együttműködni. Tehát ez a bevezetés bevezetése, igen, nem tudom még pontosan, hogy fog ez működni, de majd rájövök, igen. Tehát, hogy honnan indultunk? Tehát a kilen utalt rá Rechnitzer professzor úr, hogy nekem alapvetően, személyesen, családilag semmilyen kötődésem nincs ehhez a régióhoz. Most már személyesen nagyon sok. Tehát személyesen egy identitás változáson mentem keresztül. Én budapesti vagyok a 6. kerületből, de valahogy úgy hozta a sors, hogy egy hosszú amerikai távollét után úgy döntöttünk a párommal, hogy hazajövünk. Azt szokták mondani, hogy a magyar értelmiség miért jött vissza 89 után, hát kalandvágyból. Tehát benne van egy erős kalandvágy, egy erős érdeklődés, de igazából azt gondoltam akkor, és most is azt gondolom, hogy itt van dolgunk, és az egyik ilyen dolog az, hogy hát valamilyen módon megújítsuk, modernizáljuk, csúnya szóval versenyképessé tegyük mindazt, ami a magyar felsőoktatás, kutatás, vagy akár nem csak a magyar, mondjuk egy közép-európai. Tehát hogy nyílt egy lehetőség 89-91-ben, és úgy gondoljuk sok, hogy ezt ki kell használni, és hát olyan segítőim voltak ebben, mint Hanki Selemér, és sokan mások, akik már nem élnek, Bródi András, meg kiváló emberek. És ez az érdekesség, hogy amikor ez fölmerült, hogy Szombathelyen kaptunk egy meghívást, akkor mindenki azt mondta, hogy Feri, menjünk. Budapesten, és ez egy kis elővágás már a kreatív városhoz, Budapesten mindenki azt mondta, hogy fantasztikus, jók ezek az ötletek, gyere vissza, Ferikém, majd jövő hónapban, most tárgyaljuk a kar, meg a DK, meg a... És akkor így, mikor ötödszerre hallottam, hogy jöjjek vissza, és jött egy meghívás szombat, akkor elmentem. Tehát így kötődöm a régióhoz, hogy 92-től ott elkezdtünk működni, és nagyon érdekes szövetségeseket találtunk. Ott egy Magyarországnak, hát itt a fiatalok erre nem emlékezhetnek, de volt egy EU nagykövetünk, a professzor úr tudja, Hans Becknek hívták, aki először borzasztóan szkeptikusan viszonyult mindenhez, amit tőlünk hallott, azt mondta nekünk, hogy mi, milyen kutat, miért akarnak maguk demokráciát, tanulják meg először, hogy mi a demokrácia, aztán kut. Szóval ilyen stílusban borzasztóan összevesztünk, majd 3 év múlva jelentkezett, hogy hát tulajdonképpen úgy látja, hogy nekem igazam van, és attól kezdve, ami fantasztikus módon segítette az elképzelést. Mi volt ez az elképzelés? Az, hogy ebben a Közép-Európának és Magyarországnak ebben a fantasztikus, sokrétű, izgalmas, soknyelvű, kultúrában nagyon gazdag régiójában jöjjön létre olyan tudásközpont, ami épít erre a kulturális örökségre. Nem fejtem ki, mert ezt mindenki érti. Többen voltunk, akik ebben gondolkoztunk. Nem mondom el, hogy ez miért nem jött létre, részben létrejött. Tehát kis egységekben itt meg ott létrehoztuk. Nagy áttörést nem tudtunk elérni, hát így adódott aztán, hogy Szombathelyről én előbb-utóbb átkerültem Kőszegre, és egy darabig mind a két helyen működtünk, de tulajdonképpen Kőszegen találtuk meg azt a közeget, azt a milliót, és ebben benne van megint egy fontos téma, a városnak az identitása, amit ott az emberek magukról gondolnak, ami lehet, hogy nem azonos azzal, amit valóságnak hívunk, de amit gondolnak magukról, azt, hogy Kőszeg iskola város volt, és az lesz a jövőben is. Hogy közben volt egy 40-50 éves diktatúra, ahol a legtöbb iskolát, ami jól működött, bezárták. Ez érdekes módon, ez nincs ebben benne. A tudat, az identitás tudat nagyon fontos volt, tehát sokkal befogadóbb volt a közeg, mint máshol. És elindult a 90-es években egy olyan erjedés, ami nekem lehetővé tette, és a kollégáimnak, hogy kicsit kilépjünk mindabból, amit a magyar állami, egyetemi, akadémiai, intézeti világ jelentett. Ez úgy történt, hogy közeledett a
válság még 90-es évek végén nem volt, de 2000-es évek elején már érződött, és elindult egy együttműködés nagyvállalatokkal. Kaptunk egy fölkérést az IBM-től, hogy próbáljuk megmondani, hogy a magyar munkaerő kultúrája tud-e változni, és ha igen, akkor ehhez mi kell. Most már ugye 2000-es években vagyunk, ugrottam egy nagyot, sok mindent elindítottunk Kőszegen, nemzetközi nyári egyetemet közben, tehát sok műhely munka folyt, egyetemeket odavonzottunk. Ez nem tartozik ide, hogy ezt hosszan ecseteljem, de 2000-es éveknek a közepétől, a válság előtti évektől elindult egy ilyen együttműködés. És kívánok, tessék! És ez egy érdekes pillanat volt, mert ahogy az IASZ-nak a logója is mutatja, amit nem tudom, hogy mennyire ismernek az itt ülők, hát mivel sokan ismernek, de a fiatalok tudják, hogy mi az a 9 dots puzzle, a 9 pontos feladvány. Hogy van egy négyzetet kiadó 9 pontunk, látszik ott fönt, ugye? És az a kérdés, hogy összetudjuk-e kötni az 9 pontot úgy, hogy nem veszik fel a ceruzánkat 4 húzásból, és akkor mindenki próbálkozik, és nem tudja, mert benne marad a 9 pont által adott formátumban, a négyzetben. Csak akkor lehetséges, ha kint kezdjük el, és kint fejezzük be. Ez a dobozból való kiugrás, és ez lett az intézetnek a logója. És ez jelképezi mindazt, amit csinálunk és csinálni szeretnénk, tehát, hogy saját magunkat is megkérdőjelezzük, magunknak is kérdéseket teszünk föl, és csak akkor lehetséges, ha nem függünk azoktól az intézményi és egyéb kényszerektől, struktúráktól, amelyek nem teszik lehetővé, hogy állandóan föltegyünk ilyen kérdéseket, ezt nem akarom részletezni. És így alakult az, hogy a Siemens-szel, az IBM-mel több éves szerződést tudtunk aláírni, és olyan kutatásokat csináltunk, amit máshol nem tudtunk volna, gyorsan, hatékonyan, több kollégánk, aki akkor még diákunk volt, azóta is dolgozik ezeknél a cégeknél, visszatér, itt is van az egyik kollégám és barátom, Manga Ádám, tehát kialakult egy olyan hálózatosodás, ami már kívül volt azon a közegen, amelyen belül tulajdonképpen azt gondolom, hogy ma is nagyon-nagyon nehéz, hát olyan varázslóknak, mint Rechnitzer professzor sikerülhet, de azért, ha körülnézünk ebben a kis hazában, nagyon kevesen vannak ilyenek. És ez volt az a pillanat, amikor nekem azt mondták ezek a cégek, hogy oké, hát kapjuk ezt a támogatást, meg megbízást, de kell egy produktum, amit az APES-nek kell lehet számolni. Magyarul újítanunk, tehát innoválnunk kell, mintha egy cég, egy jobb féket csinálna, és akkor azt ugye egy innováció történik, mert arra nem tudnak pénzt adni, hogy professzorok egymással beszélgetnek, és írnak egy 66. vagy 666. tanulmányt, ez nem érdekel senki. És akkor nagyon törtük a fejünket, és hát ugye az volt a válasz, hogy a magyar munkaerő kultúrája úgy tud megújulni, hogy ha egy teljesen más képzési struktúra jön létre. És ezt most nem fogom kifejteni, ezt elneveztük Jövő Egyetemnek. A lényege az nagyon röviden, hogy a különböző képzési szintek egymással össze vannak kapcsolva. És hogy nem 20-30 évvel mindig lemaradva megpróbáljuk lemásolni ma, hogy milyen volt a business school, ugye a Harvardon, mikor 30-40 éve, mikor az nagyon ment, és akkor most kitaláljuk, hogy bevezet, nem mondok egyetem nevet, nem önökről van szó, de hát hogy akkor ez be, hanem megpróbálunk a mai komplex és nagyon ellentmondásos változó világhoz egy kicsit jobban idomulni és megérteni, hogy a ma meg a holnap szükséglete miről szól. Magyarul kicsi, nyitott és egymással kommunikáló tudásközpontjaink vannak, nem hierarchikusan rendeződnek, nem mondja meg az egyik a másiknak, hogy te mit csináljál, viszont képesek együttműködni egy flexibilis módon. Hát ez nem egy olyan egyszerű mutatvány, meg nem is kell mondanom, hogy nem volt a nagy sikere. Tehát ugye ezt ugye elmondtuk konferenciákon, itt meg ott meg amott, és ennyi. De szerencsénkre jött egy másik cég, a Siemens, akivel meg kutatásokat náluk is csináltunk, és érdekes, és egy nem nagyon mókás, de ironikus pillanat volt, 2008-ban kezdtük el,
akkor tört ki a világgazdasági válság. És a Siemens azt mondta, hogy jó, mehetünk kutatni, és minden munkatárs, akit meginterjú voltunk, az én azt hitte, hogy mi vagyunk az a titkos társaság, aki beszélget velük, és majd csinálunk egy listát, hogy kit kell kirúgni azonnal, kit csak 2 hét múlva. Tehát valami hihetetlen hangulatban indult ez el, de megtudtam valahogy őket győzni, hogy nem erről van szó, tényleg őrült szociológusok vagyunk, meg ilyen. Tehát, és aztán ez így föloldódott, és lett belőle egy barátság, egy együttműködés, mert a Siemensnek a vezérigazgatója, és az előbb talán mutattam, igen, ott van a Lecture Series a Siemens-szel, a gazdasági igazgatója, Marek Béla Steffens, jöttek előadni Kőszegre, mi megküldtük a tehetséges diákjainkat oda, hogy próbálják ki magukat. És egy ilyen beszélgetés során fölmerültek a városok, hogy hogyan kéne Magyarországot ugye továbbvinni, és hát én találtam azt mondani, hogy hát bizony a kisvárosokkal is foglalkozni kellene. A városokkal egyetértettek. Minden ilyen multicégnek van egy ilyen Green City, Smart City, tudják ezeket a nagy szövegeket, de hát őket Shanghai, Moszkva, London és New York, és nem tudom, mi érdekli. Meg talán egy kicsit Amsterdam mondjuk esetleg, vagy Dublin talán. Hogy akkor a kütyüket, meg ha jön a terrorista, és éppen, mert tudom, hátulról fejbe akar lőni, akkor ezt valami érzékelés már riasztja. Szóval ezeket a meg, hogy a traffic jamben, hogy kell matematikai modellek alapján máshova irányítani az autókat, és akkor ezen eléggé elkezdtünk vitatkozni, és az lett a vége, hogy ez a nagyon kedves pasas, ez a Béla, nagyon egy művészi, tehetségű ember, a szülei Bartók után nevezték el Bélának. Szóval ilyen, nem egy kultúrlény volt, felesége egy lengyel festőművésznő volt, tehát nem egy kockás gondolkodású multivezér. Azt mondja nekem, hogy jó, Ferenc, de ez a Kőszeg, ez egy falu. De hogy nagyon szép, de ez egy falu, mondjuk nekünk. És ezen, hát azért neki jó 11-12 éve van, úgy, ahogy szokták mondani, hogy fölment a pumpám, hogy nem tudtam leállni addig, amíg azt mondom neki, hogy de van te, hogy én be tudom bizonyítani azt, hogy van megoldás, van alternatíva, és akkor kaptunk tőlük egy szerződést, hogy akkor írjunk erről egy tanulmányt. Így jött létre a Kraft, ami azt mondja, kreatív városok, fenntartható vidék. Azt mondja, hogy lehet, hogy Kőszeg egy falu méretű, mondjuk egy nagy multicégnek, bár itt is kérdéses, hogy a méret vagy a minőség az, ami fontosabb, vagy az intenzitás, de ha összerakunk egymás mellett, vagy egymás mellé kis- és középvárosokat, és őket körülvevő agglomerációs gazdaságot, vagy mikrorégiót, és ha azt mondjuk, hogy ezek képesek, és akarnak is együttműködni, akkor azt nem olyan nehéz belátni, hogy egy nagyobb régióban ez már egy economy of scale, tehát méretgazdaságosági szempontból is, és reális befektetési területnek számíthat. Én ezt bemutattam, bólogattak, annyira azért átléptem egy küszöböt, hogy azt mondták, hogy na jó, de akkor ezt kellene egy kicsit megfoghatóbbá kéne tenni, professzor úr. És kaptunk még egy évre egy megbízást, ezek nagyon, az IBM-hez képest nagyon szerény összegek voltak, de kis alapítványként működtünk, magánalapítványként, és akkor minden fillér fontos volt. És ennek a második évnek a végén jött létre a Kraft Index. És a Kraft Index, ugye, amiről majd beszélni fogok, az azt mondja, hogy különböző tényezők, soft és hard, tehát kemény és puha tényezők együttállását lehet mérni, és ennek az alapján össze lehet hasonlítani különböző városokat és kis régiókat. Teljesen nem konvencionális módon, de vissza fogok térni. Ez egy küzdelem volt, és amikor ez így megszületett, akkor én ezt elkezdtem bemutatni, és született ebből egy publikáció. Ezt mindjárt mutatni fogom, ami 2012-ben jelent meg, és egy eléggé hevenyészeten összerakott gondolatoknak a fűzére, de ahhoz jó volt, hogy aki ezt elolvasta, értette, hogy itt valami egész másról van szó. Tehát itt egy
a korábbiakhoz képest döntően új fajta gondolkodásról, a vidék és városfejlesztésről. Mi történt addig ugyanis? Az történt, hogy én a kalandvágyom által vezérelve, ugye Szombathelyen eltöltöttem 15-20 évet, és ez alatt láttam, hogy a város hogyan ürül ki, hogyan kezd stagnálni, hogyan fogy lélekszámban, és hogyan megy el a minőségi munkaerő, vagy Bécsbe, vagy Budapestre, esetleg Győrbe, mert ugye kineveztek itt egy növekedési pólust, és hogy senki nem törődik azzal, hogy ezekkel a egyébként nagyon sok szempontból jobb sorsra érdemes kis- és középvárosok, ami fog történni. Kőszegen ugyanez volt a helyzet, más kisebb városokban ugyanez volt a helyzet, és a koncepció arról szólt, hogy sem a multicégek, sem a magyar kormány, sem az Európai Uniónak ezek a hát mindenféle szkematikái és pályázati lehetőségei, tehát a különböző internet, meg egyéb programok nem jók arra, hogy velük igazán meg lehessen mozdítani ezt a, mondjuk így, hogy lekezelt, elhanyagolt, köszönjük szépen, professzor úr, hát ez a itt szellemek kopognak, fogjuk magunkat vissza, ne menjünk túl, ne szaladjunk túlságosan előre. Nem baj, hát ez, tehát tehát a meglévő fejlesztési koncepciók alkalmatlanok arra, hogy bármit előre tudjunk mozdítani, ami a kis és középvárosokkal, a fejlesztésével és a vidék fejlesztésével kapcsolatos. És tulajdonképpen ennek a bemutatása, ez 12-ben indult el, és akkor az a szerencse ért, Igen. Igen, nézzük az időt, mert hogy... Hoppá. Jó, tehát hogy sikerült a magyar kormány erre nyitott vezetőivel erről beszélnem. És volt egy fogadókészség, ami korábban nem volt jellemző, tehát hogy volt egy olyan önreflexió a miniszterelnök úr és akkori helyettese Navracsics Tibor részéről, hogy azt mondták, hogy hát ez nagyon fontos, ez nálunk még nincs meg, így, hogy ezen el kell gondolkoznunk. Tehát ez egy ilyen sokszori véletlennek sorozata, mert amikor én egyáltalán tudomást szereztem arról, hogy micsoda fantasztikus dolgok vannak Nyugat-Magyarországon, az a 80-as évek második felében volt, a többségük nem is élt, vagy akkor született, amikor volt még ilyen, hogy hittünk a demokráciában, a szabadságban, hogy este Gorbacsovnak igaza lesz, és majd másik világ jön itt, perestroika, glasnost, és elkezdtünk ezekben az ügyekben fiatalok, diákok mozgolódni, és pont úgy hozta a sors, hogy Velemben voltak azok összeg mellett, azok a hétvégék, ahol ezek az összejövetelek folytak. És ez 4-5 évig tartott, én akkor, hogy mondjam, szerettem bele ebbe a vidékbe, Kőszegbe. Tehát, hogy ez a történet elindult valahol, ezt azért említem maguknak, nem csak sztorizás miatt, hanem azért, mert a hálózatok nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben. Az emberi kapcsolatok hálózatai, az intézmények hálózatai, azok jól vannak fölépítve, és kicsit nagyobb méretekben az országok együttműködési képességei, ott is van egy hálózatosodás, erre is majd próbálok kitérni, mondjuk a visegrádi négyek plusz a közép-európai országok. Tehát itt valami elindult, ami aztán materializálódott, és két koncepciót sikerült elfogadtatni. Az egyik, hogy legyen egy ilyen intézet, legyen egy advanced study, ami Magyarországon nincs, nem volt korábban, illetve volt egy német támogatása létrejött ilyen intézet a budai várban, de hát ott elfogyott körülött a levegő, és hogy létrejöjjön a Kraft, valahol elinduljon, és itt a siker rögtön egy csapdát is jelentett. Hogy volt egy ilyen fantasztikus élményünk, hogy hú, hát 10 éve beszélünk erről, és akkor most ez elindul, na de hát szembe kerültünk a kormányzattal, én életemben nem csináltam előtte ilyet, hogy kormány előterjesztéseket meg kellett tanulni, és amikor ott az ügyintézőkkel és mindenkivel ott erről beszélek, de professzor úr, valahol el kell indulni.
de valahol ez a kőszeg lett. Tehát egyszerre kellett létrehoznunk egy intézetet, és életbe tartani, hogy van egy ilyen kreatív város, fenntartható vidék, nagyobb, átfogó program. Hát azt találtuk, hogy az intézetnek a Kraft központ az egyik legerősebb része, és aztán a puskaport meg szárazon tartottuk, hogy egyszer majd csak ki tudunk lépni a saját magunk által létrehozott dobozból, vagy nézetből, és tovább tudunk menni. Hát ez a pillanat úgy néz ki, hogy most eljött egy nagyon röviden kőszegről, a kőszeg Kraftól, tehát ezt elnevezték kormányzati szinten kőszeg Kraftnak, itt látják kőszeg belvárosát, azonosítottunk 10 gyönyörű, tulajdonképpen halálra ítélt épületet, ezeknek a felújítását úgy terveztük, hogy rögtön funkciókat is terveztünk beléjük, mutatnám őket röviden, ott a piros ellipszis az a belváros, a sárga az a Gyöngyöspatakon túli rész, a piros ellipszisen belül indultak el a munkálatok, és itt vannak az épületek. Az első az Európa ház, ahol már kezdetektől működtünk, és egy totális átalakulás, egy olyan a padlás tér, ami mindenki által reménytelenek ítélt átalakítás volt, a legmeghittebb, az a Bibó István tér, a Bibó István auditorium. A Zwinger, ami 800 éve kezdték építeni, ezt sárból, agyagból, fából, aztán ugye a törökök ellen egy komoly erődítmény volt, a két várfal közé bekényszerítették az ellent, és egy Zwinger a neve, öreg torony, és egy gyönyörű épület, amit ami a szemzőház, a Szemző Sándor nevű zsidó ügyvéd építette a 20. század elején, ez igazából egy családi épület, itt vannak az irodáink. Az Európa házban szintén irodák és kutatóterek vannak. Hát itt körülbelül láthatják, hogy mekkora különbség lehet, ugye, jártak már lepukkadt vidéki kis épületekben, és hát a felújított épületek, ez a szkafitos ház, ami könyvtárként is működik, és kutatótérként, ott is a padlástérben tavaly előtt létrejött egy használható kutatótér, ahol egyébként, amiről még szeretnék szót ejteni, az a körkörös gazdaságról szóló tanulmány született, amit a New York University College, University College of New York professzora és kutatói, és Kerekes Sándor professzor PhD-sei írtak, amit érdemes majd megnézniük, Kőszeg és környéke körkörös gazdasága, ami nyilván önmagában nem megoldás, mert Kőszeg körkörös gazdasága nem tud igazából fenntarthatóságot biztosítani, de modellként nagyon jól mutatja, hogy hogyan lehet és kell praktikusan gondolkozni a fenntarthatóságról kisebb regionális szinten. Ez itt született. És ennek valamiért nagy keletje van fejlesztési kormányzati körökben. Ez egy olyan épület, ami az intézetnek a központja lesz remélhetőleg. Még nincs belakva, ez a Festetics Palota névre hallgató épület, ami professzor úrban látott, és tényleg nem olyan nagy, mint amilyennek az ember egy palotát gondol, viszont könyvtárnak, Kraft kutatóközpontnak fantasztikus. Több örökséget tartunk itt, Hankis Elemérnek itt van itt épül egy archívuma, és Nemeskürti István, Hernád Gyula, több írótól megkaptuk a családtól az örökséget, és itt fogjuk ezt gondozni. Így nézett ki a bentés székház, és így néz ki most, ez egy diákszálló és hotel. A bálház remélhetőleg visszanyeri a funkcióját, itt bálokat tartottak még a 90-es években. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy fantasztikus polgári bürgerliche Stadt, aminek egy nagyon komoly öntudata volt a kicsisége ellenére, megpróbálja, vagy mi megpróbáljuk visszasegíteni ahhoz, hogy ezt az identitást egy 21. századi szinten tudja folytatni. Új körülmények között, új funkciókkal és új együttműködési hálózatokban. Ez nem egy kis mutatvány, de még egyszer mondom, a Kraft a sokkal többről szólt. Ez a Kőszeg Kraft. És ez rengeteg kollégámnak, nekem is napi munkát és felfájást okoz, meg gyönyört, meg örömet, de ez csak egy kis része a történetnek, és ez talán egyik legizgalmasabb része, ez a kőszegi zsinagóga. Egy picike épület, a zsidóság nagyon kis létszámú volt Kőszegen, viszont nagyon jelentős volt a tevékenysége. Séj Fülöp volt az első meggazdagodott zsidó származású kereskedő, aki
katolizált, és aki nemesi bárói címet kapott a Habsburgoktól, és nem szűnt meg Kőszegért dolgozni. Tehát minden évben a Bécsbe költözött, nagyon befolyásos, nagyon gazdag volt. Egy hónapot Kőszegen hát töltött, és a takarék elnökeként pénzt osztott, és templomokat, nem csak zsidó felekezet számára katolikus templomokat, stb. Támogatott. Ez pedig egy futurisztikus, ez már egy kraftos jövőbeni látomás. A MÁV árvaház, aminek a látványtervét Eckler Dezső dolgozta ki, és ott talán látják, hogy a két épület szárny között ott van két gömb, egy arany meg egy ezüst. Nem nagyon jól látszik a baloldali képen, de lehet a középen belül vagyunk egy ilyen gömbben. Ugye ez a nagyon porosos épület struktúra, de azt jelenti, hogy ha valaki a bal szárnyban van és el akar, mert borzasztó sokat kell lépcső, mindezt egy nagyon komoly túrát kell megtennie. Dezső kitalálta ezt a megoldást, hogy egy ilyen csövön és gömbön keresztül le lehet ez az utat rövidíteni, de közben az egyik gömb az a multi, és a másik az interdisziplináris elmélkedések és kontempláció tere. Ez még csak terv, de megvette a magyar kormány, és megvannak az építészeti tervek, ezt nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Ha ez megvalósul, ez hatalmas nagy tulajdonon, hatalmas területen van, sportpályákkal és minden egyébbel, az árvaházként működött Münchenben, ahonnan lemásolták, itt pedig szintén gyerekotthon volt, akkor ez egy új világot jelenthet. Tehát a víziónak az a része, hogy lenne egy ilyen komolyabb közép-európai tudásközpont, az akkor tudna megvalósulni, ha ez működne. Ami most van nekünk a várkörön belül, az arra jó, hogy egy Advanced Study intézet ösztöndíjasokat fogadjon, és előadásokat tartson, és ez nagyon szép, szívesen látjuk önöket, az első adandó alkalommal jöjjenek el, de ez a kitágulás volna, emlékeznek az ellipszisek, ez a sárga ellipszis, ez a, megint a dobozból való kitörés, ez már a patakpart revitalizációja, ezt nem nagyon mondom, itt van egy bionemez gyár, amit próbáltunk annak idején a Palkovics miniszter úrnak, akkor még államtitkár volt, eladni, hogy ez ugye milyen érdekes a bionemez, fontos anyag, nagyon sok helyre használják, Mercedesekben van, vagy 20 kiló, tehát ilyen szigetelés, és mindenre használják, ezt nem nagyon tudják. És itt ez már, itt még vannak 1860-as gépek Augsburgban, tehát hogy látványtermelés folyhatott volna, és sok minden. Megállt, akkor a államtitkár úr hümmögött, nem volt teljesen elragadtatva. Ma már, most éppen tegnap előtt tudtunk erről beszélgetni, sokkal nagyobb nyitottsággal, nem a nemezgyár felé, az egész koncepció felé, sokkal nagyobb nyitottsággal és támogatással viszonyul. Nem mondom ezeket most tovább, a Kraft Indexről mondanék néhány szót. Tehát itt, igen, itt arról van szó, hogy mondtam, hogy soft és hard tényezőket próbálunk meg egybe kapcsolni, mert azt gondoljuk, hogy ha a szakágazati módon egymással párhuzamosan, vagy egymástól függetlenül folynak beruházások, soha nem fog találkozni a helyi képességekkel és igényekkel, és ennél még rosszabb, hogy soha nem fog egy olyan vonzó társadalmi, kulturális klímát ez létrehozni, ami mondjuk megpendíti az ilyen pangós, stagnáló kisvárosokat vagy településeket. Miről van szó, hogy persze, hogy mindenhol kellenek bicikliutak, persze, hogy fel kell a templomot újítani, természetesen a főteret is, és így tovább. Rengeteg, amit az EU-tól lehetett kapni, meg az államtól. Csak ettől, hogy van bicikliút, nem biztos, hogy sokan fognak biciklizni. Attól, hogy a templom, nem biztos, hogy többen mennek el a templomba, és sőt. De ha és itt van, amit még akkor senki nem hallott. De ha megértjük, hogy egy város mitől volt sikeres, mitől élt például, mint Kőszeg, túl olyan csapásokat, mint az 1532-es török ostrom, mint a II. Világháború, a holokauszt, ahol majdnem minden zsidót elvittek. A németeket ugye kidobták az országból. Jött a kommunizmus, és ez a határon volt ez a kisváros. Tehát a vasfüggőn volt. Hogy ezeket hogy tudta földolgozni? Ezt nem lehet
sajtgyárakkal, szemétégetőkkel, bicikliutakkal, meg de hideg projektekkel. Ezeket nem lehet föléleszteni, ezeket az identitás elemeket. És ezért olyan mikroprojekteket is elindítottunk, mint a beszélő házak, beszélő városok. De professzor úr kapott már ebből a könyvből, de ezt visszük tovább más, a régió másvár, Keszthelyre, és így tovább, Veszprém, Nagykanizsa. Professzor úr magától is csinálja, mert ugye mondtam, entanglement van köztünk, tehát ő már előbb tudta, hogy mit kell csinálni, csak nem így hívja, hogy craft, hanem ő csak csinálja. Tehát, hogy egy város? Mitől varázsol el? Mitől érzi az ember, amikor elmegy Kőszegre? Minden egyes alkalommal 12 ezer ember él ott. De mindig van valami csoda, ami kicsit máshogy néz ki, ami Szombathely, amit sajnos agyonbomb, tehát majdnem szőnyegbombáztak a világháborúban, elvesztette ezt a. Lehet, hogy sose volt neki, nem tudni. Ez ugye 80 ezer, most kicsit aláment már, 6-7-szer nagyobb, 8-10 kilométerre van Kőszegtől, de nem gyakorolja ezt a hatást. Ezeket a titkokat megtalálni, fölhozni, megfogalmazni, és összekapcsolni a fejlesztésekkel. Tehát nem csak fölújítunk, megmentünk 10 épületet. Mi van, ha megmentjük? Hát előbb-utóbb kezd lerohadni. Semmi. Tehát ha nem tudunk belevinni, nem magyarázom szembe, ezt mindenki érti. Amit nem szoktak érteni, hogy ezeket hogyan, hogy miért kell összekapcsolni. És az se, hogy hogyan. Erre nincs, és itt jön a szenvedés történetünk, hogy erre nincs, nem azért, mert gonoszak, az államtitkár, helyettesek, a főosztályvezetők, a miniszter, egyszerűen nincs hozzá apparátus, nincs a különböző osztályok között, nincs kommunikáció, a különböző feladatokat nem fogalmazták meg együtt, nincs integrált szemlélet. Ez a mai modern világ, ez nem Magyarország saját, mi azt hiszem, ebből kihozzuk a legtöbbet negatívét, amit csak lehet. De ez körülbelül a világ legtöbb részén valami hasonló módon van, talán máshol kicsit több a rugalmasság, talán nem mondom tovább. Tehát, hogy innen van az, hogy a kormányzat egy kis része ezt támogatta, de hogy ez megtörtént, úgy alig tudtunk tovább menni, mert a gondolkodás gúzsba kötik az intézményi korlátok. És ugye ne haragudjanak, hogy ezt mondom, ez nem önöknek szól, de az egyetemeken is ez van. Tehát ott ugye szét vagyunk osztva a tanszékekre. Ez az ugyanaz. A tanszék vezetők mennek a dékánhoz, meg a dékán helyetteshez, ilyen meg olyan támogatásért. Ahelyett, hogy együttműködnének, a karok egymással is rivalizálnak. Azt, hogy mennyi pénzem van neked, meg nem hozol semmit, mert nincs diákod. Hogy ez föloldhatatlan. Okos emberek, jó barátaim vannak különböző egyetemeken, nem tudnak mit kezdeni ezzel, és amíg egy ilyen nehézkes apparátus valamit eldönt, hogy egy új, azonnal kell intani egy új képzést, mert erre tegnap már szükség volt, amíg ezt eldönti a világ már, ugye akkor van az a paradigma, amiben most itt ugye országunk nevezetes egyetemei is szenvednek, hogy akkor csinálunk egy ilyen jó business school-t. Minek? Hát ott, ahol olyan ország, ahol nincs ugye, igaz innováció, vagy nagyon kevés van. Hát akkor mit tanítunk? Nem akarok ebben az irányban ilyen társadalomkritikát megfogalmazni, de hát szóval a Craft Indexről itt láthatnak néhány olyan fogalmat, amiket mi összekapcsolunk, kutatunk, és ennek a másik titka az, hogy ezeket folyamatosan monitoroljuk, erről is beszéltünk. Nem egyszer egy pontszerű felvétel. Tehát nem a statisztikai hivatal adataiból mondjuk meg, hogy Veszprémben kimutatható, hogy az elmúlt 15 évben egyre kevesebb diplomás fiatal akar a városban vagy a környékén maradni. Ezt egyrészt magunktól is tudjuk. Másrészt ez semmit nem magyaráz meg. Tehát itt van a statisztikákkal való, még a big data-val való bánásmódnak egy ilyen nagyon érdekes belső ellentmondása. Ha azt nézzük csak meg, ami már volt, és abból csinálunk nagy modelleket, akkor megerősítjük a negatív tendenciáit a valóságnak. Ráteszünk 10 lapáttal. A Craft azt mondja, hogy nézzük meg a potenciálokat. Hogy lehet egy potenciált mérni? Hát a Hankis elemérféle megközelítéssel, hogy az emberek, a csoportok, a közösségek, a helyi társadalom változó értékrendjét mérjük. Azért mondtam el az IBM és a Siemens példát, mert ott az embertől nem azt kérdeztünk, hogy szeret-e ott dolgozni az IBM-nek a bácsi, hanem a saját értékeiről kérdeztük. És az derült ki nagyon röviden, hogy a dolgozók is, meg a vezetők is, középvezetők magukat mobil nyelveket tanulnó,
jó tímmunkásnak, együttműködnek, és ezt gondolja. Mindenki máshol azt gondolja, hogy nem mobilak, nem akarnak nyelvet tanulni. Nem jó tímmunkások. Ezt össze, úgy foglaltuk össze, hogy tehát 10 millió mobil, együttműködő, nyelveket tanulni akaró, magát tovább képezni akaró ember él, 10 millió olyan ember társadalmat, az ellenkezőt csinálja. Ez ugye volt 10 éve, ezt a kutatást nyilván szintén ismételni kellene, de az értékkutatás arról szól, hogy az embereket a saját maguk által vallott értékeket szembesítjük, és abból érdekes dolgok tudnak kijönni. Tehát ez igaz kistérségekre, igaz, itt van egy érdekes térkép, ami arról szól, hogy hol van a kreativitást felmutatni képes vállalkozások. Nem mutatok nagyon újat, gondolom senkinek, Budapest környékén, de ha megnézik a potenciált, ezt jó mén a Nyugat-Pannonia nagy lehetőségének, nem kell hozzá nagyon sok. Kell hozzá, de nem kell hozzá nagyon sok, hogy ez a rész, tehát a Balatontól kicsit nyugatra, meg észak-nyugatra, ez még sűrűbbé váljon. Az én egyik érvem a kormány felé és a mindenki felé, ha meghallgatnak az EU felé, az, hogy azért kell ide befektetni, mert ez egy olyan húzó erőt tudnak képezni országos, sőt talán még közép-európai szinten is, ami szinte beláthatatlan. Természetesen én szociológus vagyok alapjáraton, tehát természetesen tudom, hogy a helyzet sokkal rosszabb Kelet-Magyarországon, meg Észak-Keleten, Salgótarjánban, és ezeket én tudom, de ott más, egész más módszerekkel kell beavatkozni. Itt viszont egy zászlós hajót tudnánk csinálni, és azt, hogy ezt én 9-10 éve fogalmaztam meg néhány kollégámmal, az még nem olyan nagyon sok idő. Bródi András, kiváló közgazdász, mindig azt mondta, hogy Feri, 9 év a gestációs idő, amíg egy jó gondolat megérik, és képes valamiféle anyagi erővé válni, ahogy Marx mondta ezt. Ugye, igen, hát ez is egy ilyen kulturális hálózatok, nagyjából ugyanaz. És nézzék meg, hogy milyen szomorú, hogy itt még a Nyugat-Dunántúli részen is milyen nagy üres térségek vannak. Erről majd ha van kérdés vagy hozzászólás, akkor beszélhetünk. Igen, hát hogy mit használunk, ez az érték, szociológia biztos ezzel sokan találkoztak. Ugye itt az Inglehart, Schwarz és sokan mások évek óta, évtizedek óta csinálják ezeket az értékeket. Ez a világnak az érték térképe. Hát most, ha majd lesz időnk, erre visszatérünk, hogy önök hova helyezik magukat, hol van itt önök szerint Magyarország, önök hol vannak a tradíció, a konformitás, vagy az önvezéreltség, a stimuláció, és a hedonizmus. Tehát erről én nagyon kíváncsi volnék, hogy mit gondolnak. Ezt már elmondtam, Hankis Elemér, egészen az életünk utolsó pillanatáig képzeljék el Kőszegen segített nekünk. 14. december 15-én még volt vele egy beszélgetésünk, ami elérhető videón, és január első hetében meghalt. És a fantasztikus üzeneteket hagyott maga után. Ő borzasztóan akart egy ilyen advanced study-t, az ő advanced study az egy hát modellje, az egy ilyen Princeton Egyetem, tehát amit az Einstein meg a John von Neumann találtak ki a 30-as években, meg tehát egy ilyen, ezek az advanced study modellek már egy kicsit idejét múltá váltak, ezek elefántcsontorony típusú dolgok, amit mi hozzátettünk ehhez, hogy igen, legyen ott a kiválóság, egészen magas szintű szakmai kiválóság, nagyszerűség. De legyen egy olyan, hát nem kényszer, de egy elvárás, hogy aki ott van, ne csak a maga zsenialitását legyezgesse, kenegesse, és a 25. könyvet írja a 24. után, mert az bárhol megcsinálhatja, hanem adja át a nagy tudását ott a közösségnek, a helyi közösségnek, illetve legyen részese egy team munkának, ami valamiféle társadalmi innovációt feltételez. Ezt most túl általánosan mondom, azért, mert ennél jobban nem lehet ezt behatárolni. Tehát ez egy olyan innováció, ilyen típusú intézetről én nem tudok Magyarországon, de körülnéztünk, és már Németországban, Dél-Afrikában az utóbbi 10-15 évben jönnek létre. Tűnik miért? Mert a világgazdaság olyan állapotban van, amilyen, és mert az egyetemek és az intézmények nem tudnak adni megfelelő gyorsaságban megfelelő színvonalú válaszokat. Tehát ez egy új intézménytípus, és
nem azt akarom mondani, hogy aki nem dolgozik ilyenben, az nem ér semmit, hanem azt akarom mondani, hogy ez az intézménytípus, ez segíthet a régebbi intézményeknek egy kicsit a felzárkózásban és az együttműködésben, és tulajdonképpen ez a célunk. Nem az elszigeteltség, hogy üljünk, mondjuk így, hogy jól megfizetve, egy elegáns kis városban, szép kis házakban, és ott gondolkozunk, vitatkozzunk. Nem ez a cél, hanem az, hogy önök oda jöjjenek, hogy mások, és erre sok példa van, amerikai és más egyetemekről, kínaiak, stb. Már járnak hozzánk. Nem mondom el ezeket, mert ez eléggé ismert, ez egy nagyon érdekes dolog. Nézzék meg, nem tudom, hogy látható-e, mennyire látható nekem. Ez kell szemüveg, de van egy nagyon érdekes, ugye itt Budapest, Kőszeg, Szombathely, Veszprém és Győr van egymás mellett összehasonlítva. És ahol, ezt nem is tudom, hogy kitől kérdezzem, elkezdtem gondolkozni, ezek friss kutatások, az a hedonizmus. Kőszeg, Szombathely beri a mezőnyt. Professzor úr, hát mit tetszik itt csinálni akkor? Hát, ugye Győr... Igen. Igen, hát a hatalom tekintetében nagyjából ugye Budapest vezet, jó akarat, igen, ott a nagyon jó Győr, ott kimagaslik, ez igaz? Nagyon jó, ez nagyon, nagyon jó hír. Tehát a közösségért való munkálkodás, önállóság, megint Budapest vezet, konformitás terén, igen, sajnos azért Kőszeg-Szombathely nagyon konformista, biztonság terén, ezek nem annyira érdekesek, a hagyományőrzés mindenhol hasonló. A hedonizmus egy érdekes dolog. Tehát ez tulajdonképpen az életnek az élvezése, ez egy komoly elmozdulás. Amikor én Kőszegen először voltam, mint a 90-es évek elején, ezt nem lehetett mondani, hogy nagyon hedonista lett volna a város. És paradoxon ennek az egész világgazdasági fölfordulásnak, hogy 2008-ban kidobta az emberek jelentős részét. Sopronból is, Kőszeg, Szombathelyről is. Benyomta őket egy másik, egy nemzetközi piacra, főleg Ausztriába, Németországba, de ettől megtanultak szerintem máshogyan gondolkozni, dolgozni, nyelvet, és valahogy az életet talán jobban élvezni. De ez egy hipotézis, majd megcáfolnak, ha nincs igazam, vagy elmondják, hogy önök hogy látják ezt. Erről most már nem sok időnk van, de majd a kérdéseknél beszélhetünk, hogy az altruizmus terén úgy tűnik, hogy megint fontos szerepe van Kőszeg-Szombathelyen, de Győrnek is hasonló, tehát hogy szolidárisabbak vagyunk lehet, mint ahogy gondoljuk. A sok bajunk, a sok minden miatt, amivel szembe kell néznünk. És tulajdonképpen mit csináltunk most, hol tartunk? Három kis térségünk van, ez volt a vágyunk, hogy Kőszeg-Szombathely ne csak két egymás melletti város legyen, hanem ahogy a Siemens-es gazdasági igazgató úr hát kívánta, egy megfelelő economy of scale a rendelkezésre álljon, hogyha berakjuk Burgenlandot, ami mindig is oda tartozott, akkor olyan 233 ezer fölött vagyunk, és itt a kutatásaikat most újraindítjuk. Velem, Csák, gyönyörű kis falvak, amik mind valamikor a világháborút Kőszegnek a vonzás körzetébe tartoztak, egészen a Bernsteini várig. És itt van az a bizonyos körkörös gazdaság, amikor egy picit egy kis olyan kis ficska volt az én kutatótársaimnak, hogy ebből a New York-i egyetemről egy Hillary Brown nevű hát professzor asszony jött, aki előtte a New York-i City Council-nak dolgozott, és csak később lett professzor, és nagyon megtetszett neki Kőszeg, ott volt egy hétig, körülnézett, és úgy ment el a konferenciáról, hogy ezt a skiccet hátrahagyta. Ez nem más, mint egy körkörös gazdaságnak az alapja. Körkörös gazdaság, ami a fenntarthatóságot szolgálja. Ezt egy év múlva megírták, és ahogy mondtam, nagy karriert futott be, nem tudom mennyire, azt nem lehet látni, minden olyan tényezőt összeszedett, amit össze kell kapcsolni. Tehát itt is a connectivity, az összekapcsoltság egy nagyon fontos szempont, és úgy tűnik, hogy ezt a kutatást tovább tudnánk vinni az egész Nyugat-Pannonrégióra. Ez lenne egy nagyon szép és ambiciózus feladat. Egy másik nagyon jó hír, hogy a Kraft gondolkodás terjed, mondom büszkén, és ugyanakkor próbálom szerényen mondani, hogy Veszprém is, ahogy Győr és Szombathely és sok más város elindult az Európai Kulturális Főváros címért,
és Szombathely is nagyon felhasználta a pályázatban ezt a vidék-város relációt, tehát bevette ezt a bizonyos környezetet, de Veszprémnek nagyon jól sikerült ez a része, tehát a Balaton felvidék és az egész Balaton környék, így egy elég komoly régióként benne van a pályázatban, és a vége az lett a két fordulónak, hogy Veszprém megnyerte holtversenyben Győrrel és Debrecennel, de azt mondta ott a nemzetközi zsűri, hogy Veszprém azért volt meggyőzőbb, mert olyan mértékben tudta ezt a kulturális főváros gondolatot kivinni a város határain kívülre, ami pontosan az, amit az Európai Unió progresszívebb berkeiben elképzelnek arról, hogy mi volna egy város feladata, tehát nem csak az, hogy sok koncertje legyen, és csimbum cirkusz, meg fényfestés, meg nem tudom mi, fesztiválok egymás után, mert ez nagyon szép, de ez Európában sok ezer város, sok tízezer város tud ilyet csinálni, és már unalmas. Hanem, hogy olyan maradandó hatása legyen, és tulajdonképpen ez a Kraftnak a lényege, egy olyan reláció jöjjön össze a kisebb és nagyobb települések között, ami egyfajta biztosítéka a fenntarthatóságnak, és ami egy kölcsönös tiszteleten is alapul. Ezt mérni fogják. Tehát ezt nem lesz elég egy-két ilyen blablát majd ott elmondani, hogy hány polgármester írt alá egy megállapodást, hanem ezt utána 5 évig fogják monitorozni, és ez az a pont, ahol az intézetünk be tud kapcsolódni, nem csak rávettük a veszprémieket, nem volt könnyű, mert azt mondták, hogy ez nem jó ötlet, mert a Balaton elviszi a sót, és nem szabad ilyet, csak Veszprém. 60 ezer. Hanem, hogy ezt fönt kell tartani, tehát hogy ezt csinálni kell. És ez a folyamatosság és az oda-vissza csatolás tulajdonképpen egy reménysugár, hogy az volt az előadás címe, hogy tudunk és fogunk-e együttműködni. Azt nem, hogy arra vagyunk ítélve. Magyarok nem a legjobbak együttműködésben, ennek vannak jó történelmi okai. Mintha, és erre kérem, hogy cáfoljanak meg, hogyha túl optimista vagyok, mintha valami megváltozott volna. Mintha a készség, egy odafigyelés, ahogy mondtam, a szolidaritás indexek, mintha a jobbak lennének. És ugye itt van, amikor kihirdették, ez is a hivatalos gondolkodás szerint, nekem velem közölték, hát ilyen hivatalos szinteken, hogy teljesen fölösleges álmodoznom, mert mondtam, hogy mi Veszprémnek segítünk. Hát ez kizárt, a Debrecen megnyerte, hát ezt tudjuk, mondták nekem. Hát ugye ott van az összes nagyvárt, 250 ezer ember, hát pénz, minden, hát ez... És nem így működik a világ. Tehát ugye ez a 20-30 éves lemaradottság, az intézményi, nyelvi, meg egyéb korlátok borzasztó nagy visszahúzó erőt jelentenek. És amit mi szeretnénk csinálni, az, és amit el is kezdtünk, ez nem csak Kraft, ez az egész Advanced Study, és ez a hálózatos kis centrumoknak az együttműködése, az, hogy nem kell nekünk mindent kitalálni. Hogyha van egy jó hálózatos együttműködésünk, a partner bizonyos dolgokat sokkal jobban tud, csak behozza hozzánk. Nem várunk, ami 5 évig, amíg az akkreditációs bizottság valamit akkreditál, amikor az pont már idejét múlta. Ugye? Bocsánat, de ezek teszik tönkre az életünket. És ezért kellett kiugranunk a dobozból. Hát Veszprémiek nagyon örülnek, most föl kell kötniük a fehérneműt, Kraft beméréseket most nem mondom, elmentünk ugye, nem, ki hallott már önök közül Báza keretjéről? Hát itt nyilván a fiatalok, tudják, hogy... Na? Olaj. Na, mondd el, légy szíves, Misi, a fiataloknak. Igen. Egészen lehetetlen. Nézzék meg, a piros ugye az, ahol erős a Kraft. Ugye ez Nagykanizsa és környéke nyilvánvaló, és abban a pici kis pontban ott van Báza keretje. Én megpróbálom ezt gyorsan itten felolvasni. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, 1938, keretje világváros volt, nem akart innen senki elmenni, mondta Csordásné Láng Éva, aki az 50-es, 60-as években gyerekeskedett a településen a falut, még akkor is viszonylag szabad szellem hatotta át. Városias életforma alakult ki, a gyerekek tegeződtek a szüleikkel, ami sok falusinak furcsa volt.
az olajiparban 40 évet lehúzó Hofstetter József a városias létformát emelte ki. Minden megvolt, iskola, óvoda, gyógyszertár, strand, mozi, futballpálya, kultúrás, ennél többet senki nem kívánhatott. Na, hát ezzel zárnám, hogy tulajdonképpen az ötlet az, és ez a 21. század, remélem, hogy sikerül ebbe az irányba elmennünk nekünk is, hogy a városiasodás, vagy a városiasság, az urbanitás körülményeit meg lehet teremteni, messze megfelelő infrastruktúra, megfelelő befektetések után a vidéken, anélkül, hogy tönketennénk a csodálatos épített, illetve elsősorban természeti környezetet. Egyre több ember, az önök generációja már ebbe született nagyjából, mondja azt, hogy én nem akarok Miskolcon vagy Budapesten vergődni. Én szívesen a Bakonyba, vagy akár esetleg a portugál tengerpartról fogom irányítani a kis cégemet. Meg kell, hogy legyenek azok a körülmények, persze nyilván, ahol családot lehet nevelni, ahol a gyereket angolul és németül tanítják már az óvodában, és nem sorolom föl, mert ezek eléggé világosak. Tehát ezeket a tényezőket viszont nyilván lehetne mérni ezzel a Kraft Indexzel, és folyamatosan monitorolni. Mert ha ezek változnak, akkor tulajdonképpen értelmetlen zsúfolódnunk a nagyvárosokban, és most már nem Budapesten, hát Szombathelyen nem lehet 4 óra után közlekedni. Most már a Kőszeg Szombathelyét a halálútnak hívják, ott 4-től 6-ig, 7-ig életveszélyes közlekedni. Oda-vissza nem is értem, hogy mit csinál a sok autó. Csak ami nem lehet tudni, de hát hogy, tehát olyan a kiáramlás a központokból, ugye Moson-Magyaróvár, ki gondolta volna 20 éve, Moson-Magyaróvár a szuburbanitás mekkora problémát jelent. Most tudtam erről beszélni éppen a Nagy István agrárminiszter úrral, aki ezt aláírta, hogy ebbe igazam van. Tehát összefoglalva, mennénk a Szigetközt Csalóközre is, van a Kőszeg-Szombathely, Burgenland, van Balaton felvidék és Veszprém, és igazából, most csak már ismétlem magam, az örökségre építünk, potenciálokat mérünk, és megpróbálunk egy olyan együttműködési mechanizmust, vagy nem tudom, módozatokat kialakítani, amik biztosítékot jelentenek a fenntarthatósághoz. Nagyjából ezeket mondanám, még ezt lehetne sokáig ragozni, ez is egy Kraft Indexes térképítés, a piros jelenti az erős Kraft pontokat, a barna az viszonylag erős, és hát látjuk, hogy azért Nyugat-Dunántúlon is van sok sárga. Szombathely próbálkozott, de nem sikerült neki, mert nem elég ismételgetni szlogeneket, hát nem tudták bebizonyítani a pályázatban, hogy ezt ők igazán megértették. Ezek azok bizonyos kötetek a beszélő városokról, amit ha valakinek van ilyen történeti irodalmi érdeklődése, akkor ajánlom, hogy nézzenek bele. Igen, egy atipikus doktori iskolában is gondolkodunk, ezt csak nagyon röviden mondom, ez még hosszú megbeszéléseket igényel, tehát itt is arról van szó, hogy egy doktori iskolában sokkal többen vennének részt. Ha nem kéne feladniuk a munkahelyüket, nem kéne elhagyniuk az országot 2 vagy sok évre, ahol élnek és elmenni egy másik erről felvették őket. Ha egy sokkal rugalmasabb, teljesítményorientált képzés lenne, nem padban ülnének a nebulók. Bocsánat, hogyha itt a itteni helyzet ellen beszél, de azt mondja, hogy a professzorról teljes az egyetértés köztünk. Ha a doktoranduszok fejében lévő potenciális tudást használnák ki, aknáznák ki az ambíciót az iskola és az ország, nem pedig bizonyos, hogy valamikor régen megálmodott tanmenetek alapján ítélnének oda doktori címeket. Ugye a legnagyobb baj a doktori iskolák, hogy kevés olyan vezető kutatóban, vagy professzor, mint Lesnice tanár úr, ezért megismétlik a mesterképzést egy úgymond magasabb szinten az első 2 évben. A tehetségesebb emberek meg azt mondják, hogy megyek, nekem rendes fizetés kell, vagy elmegyek a bizniszbe, vagy elmegyek a politikába, vagy elmegyek valami olyan külföldi doktori képzésre, ahol ennél sokkal többet kapok. Na most én ezt mondom körülbelül annyi ideje, mint amit az egész Kraftot, de most, mint hogyha erre is nagyobb lenne a fogadókészség, hát innovátorokra van szükségünk, akik komplex módon értik a világot. Nem papírokra, amin pecsétek vannak. Igen, és hát ugye itt van ez az európai kép, a gazdasági dinamizmus térképe, az utak térképe, hát itt majd Manga Ádám barátom erről sokat beszél, ha egy akármilyen vonzó kis helyre valaki nagyon nehezen tud csak eljutni, azért oda nem fog sokat menni. Tehát van egy romantikus feeling, az jó egyébben 1-szer, 2-szer, talán 3-szor, ennyi.
Tehát itt nyilván a kemény tényezőknek és a puha tényezőknek itt jön az összekapcsolása, ha beruházunk, és ez igaz a Csalóközsziget közre, igaz az összes kis régióra, egész Magyarországra és egész Közép-Európára, akkor ezt kellene figyelembe venni, a megközelíthetőség, a gyorsaság mégiscsak fontos, nem lehet minden távmunkával csinálni, és tulajdonképpen érthetetlen, hogy 30 év alatt miért csak idáig jutottunk, ezt majd én kérdezem önöktől, én nem vagyok ennek a szakértője, de vannak olyan nyugati példák, amik a nálunk sokkal fejlettebb világban is egy, hát ugye ez az Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Haga, a Randstad nevű együttműködés, ami hihetetlen plusz tudott adni egy nagyon fejlett országnak, mint Hollandia. Munkamegosztás van a négy város között, mindegyik másban jó, összeadják, amit tudnak, és hihetetlen eredményekre képesek. Hát tulajdonképpen ez a, igazából ez a modell, itt van ez a négy karika, ami egy szerintem összefügg, már geográfiailag is és tartalmilag is. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a fekete hattyú mit jelent. A fekete hattyú, mint... Na? Fekete hattyú. Valami lehetetlen, ami nincs. Egészen odáig, amíg pont holland tudósok Ausztráliában föl nem fedeztek a fekete hattyúkat. Ez is a hang és elemétől származó metafora, hogy egy ilyen intézet olyan, mint a kék égen megjelenő fekete hattyúk, váratlan új gondolatok jelennek meg, és annan erre föl kell készülnünk, hogy mindig ki kell ugranunk a dobozunkból, de Magyarországon viszonylag kevés a fekete hattyú, bár láttam tegnap, hogy telepítettek Balatonra is. Több viszont a Szigetközt Csalóközben a fekete gólya. Ugye ez volna az én szerény javaslatom, hogy gondolkozzunk a saját madarainkban, gyönyörű mind a kettő, nézzék meg, fekete toll, vörös, piros csőr. Igen, tehát azt gondolom, hogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy merésznek kell lenni, újítani kell, és hát nagyon sok olyan professzort és doktoriskola alapítót kívánok az országnak, meg a régiónak, mint a Rechnitzer tanár úr. Talán, ha együttműködünk, akkor még többet tudunk tenni, azt hiszem ez egy jó pillanat most. Mikor én elkezdtem Közép-Európáról gondolkozni, írni, beszélni, úgy nagyjából egy szűk, néhány tucat diák és ugyanannyi kollega kivételével senkit nem érdekelt. 80-as években nem hitték el, hogy lesz változás, nem? Hiába Gorbacsov, nem. Aztán utána azt mondták, hogy de hát megszűnt a szovjet diktatúra, kommunizmus, még kell ezzel foglalkozni, Feri? Hát bemegyünk az EU-ba, aztán minden rendben lesz. Na most akkor megint eltelt olyan 10-20 év, amíg ugye rájöttünk, hogy benn vagyunk az EU-ba, de mégse teljesen. És az elmúlt 5-6-7 évben merült föl, hogy a közép-európai újonnan csatlakozott országok közötti együttműködés az akár még meg is mentheti az Európai Uniót. Ez egy borzasztó komoly fordulat. Nem biztos, hogy sikerül. Nem biztos, hogy ezt úgy, ahogy van, meg kell menteni, de azt, hogy a V4 plusz 3, 4, 5, 6 bárhány kelet-közép-európai meg az újonnan csatlakozni kívánó, ugye volt jugoszláv tagállamok, együtt egy óriási potenciál, az biztos. És az, hogy van ez a nagy közép-európa kép, a mi nagy kihasználatlan energiáink, és a fölállni akarásunk, és van ez a inkább alulról építkező kraft kép, ami azt mondja, hogy de hát helyben kell az értékeket és az együttműködéseket megkeresnünk, megtalálnunk és kifejtenünk. Ez a kettő, ez közelít most egymáshoz. Hát ebben a, ennek a igézetében próbálom magam az optimisták táborában tartani, és ha kicsit hosszú voltam, elnézést, azt mondom, hogy pont megvan a másfél óra, ennyit kért tanár úr, úgyhogy köszönöm szépen, ha meghallgattak.